Hogyan tudjuk leállítani a rossz vagy a negatív gondolatokat a fejünkben? Ugye szorongás, aggódás, irigység, pesszimizmus, és még sorolhatnám, hogy hány és hány ilyen önsorsrontó gondolat van, amivel nap mint nap meg tudjuk keseríteni a saját életünket. Amikor folyamatosan az jut az eszünkbe, hogy ez nekem úgyse fog sikerülni, vagy amikor minden nap úgy kelsz fel, hogy úristen, mi van, ha holnap itt is háború lesz, vagy mi van, ha egy este nem jön többet haza a férjem, vagy valami történik a gyerekemmel. Jó vagy, hogy szörnyű a világ, és erre a szörnyű világra készülsz, a szörnyű forgatókönyvekre készülsz folyamatosan. És Mi védelmesterem mindig azt mondta, hogy nagyon is légy tudatában a külvilágnak, tehát nagyon is pontosan tud mindig, hogy mi zajlik körülötted, de várd mindig a jót. Nagyon fontos, hogy tegyél meg mindent tőled telhetőt, hogy elkerüld a bajt, a rossz dolgokat, azért, hogy a dolgok rendben menjenek. A többi az nem a te dolgod, azt bízd a gondviselésre, azt bízd az égiekre. Tehát még egyszer visszatérve a kérdésre, hogy a rossz gondolatoktól hogyan lehet megszabadulni. Pontosabban szólva, azoktól a rossz gondolatoktól, amik mögött tegyük fel, hogy van ténylegesen egy rossz tapasztalat is, és nem csak előfeltevése. Tehát igazából erre három lépcső van. Az első lépcső az, amit az előbb is mondtam, hogy tegyél meg minden tőled telhetőt azért, hogy megelőzd a bajt. A racionális világban tegyél meg minden tőled telhetőt. Kettő. Viszont onnantól kezdve, hogy mindent megtettél, a többit bízd a gondviselésre. Azt a gondviselés átveszi. És három. Gyakorold őszintén a meditációt. Végezd a meditációidat rendszeresen, és figyelj, nem baj, ha elkalandozol közben. Te csak ülj le minden nap 1-2 percre, vagy amennyire képes vagy. Ez a te, mondjuk így, nyújtózkodásod fölfelé, hogy az égiek nyúljanak le érted és vegyenek fel. És a többit azt engedd el, a többi nem a te dolgod. A rossz, negatív, félelmet keltő gondolatokat nem szabad futtatni folyamatosan a fejünkben. És figyelj, ez nagyon-nagyon fontos, hogy minden alkalommal, amikor rágondolsz ezekre a gondolatokra, az olyan, mint amikor egy bélyegzőt így ugyanarra a helyre lenyomsz újra és újra. És a lenyomat, a mentális lenyomat, az így egyre erősebbé válik. Mert hogy minden, amit újra és újra megteszel, az az elméd szokása lesz. És úgy tudod felülírni a szokást, hogy kialakítasz egy másik szokást. Figyelj, elnyomni a gondolatokat nem lehet. Az elfojtott gondolatok előbb-utóbb egy másik szituációban ugyanúgy felszínre fognak törni. Tehát azt nem tudod megtenni, hogy ne gondoljak a rossz dolgokra, hogy jó, akkor holnaptól nem szorongok ennyi. Figyelj, ilyen nincsen. De azt meg tudod tenni, hogy valahányszor felmerül benned egy negatív gondolatminta, azt lecseréled egy másikra, tehát az elmének adsz tudatosan egy másik gondolati mintázatot. Nem elnyomod, hanem lecseréled, behelyettesíted. Adott esetben tegyük fel, hogy átirányítod a figyelmedet egy ilyen helyzetben, mondjuk a légzésed áramlására az orrnyílásokban, és figyeld meg, ahogy a légzésed áramolva megérinti kilégzésnél és belégzésnél belül az orrnyílásokat. És hogyha ezt rendszeresen megteszed, akkor ezzel egy egészen más bélyegzőt fogsz nyomni újra és újra a negatív gondolataidra. Legyen az a félelem a jövőtől, legyen félelem a háborútól, járványoktól, vagy simán csak lehet az egy, nem tudom, ilyen pletykálkodási rossz szokás, hogy mindig, amikor nem tudom, meglátod a szomszédasszonyt, valami rossz dolog jut róla az eszedbe. Vagy legyen bármi olyan negatív gondolati minta, amitől szeretnél megszabadulni. És igazából ezért mondta azt a mesterem mindig, hogy meditálj, meditálj, meditálj. Namaste.